Az első nap 3 kocsival elstoppoltunk Salzburg mellé, ahol ott ragadtunk, de szerencsénkre áron értünk jött. Megmásztuk a Graukögelt, ami 2446 méter magas volt, felfedeztük a környéket, és ott hagytuk abba, hogy áron kivitt minket egy autópálya közeli helyre. Most várakoztunk majdnem 3 órát az út szélén, és hát igazából ez a része Ausztriának nem nagyon szeret minket, úgy veszük észre. Nem szereti ez a környék a stopposokat. Szalzburgnál 6 órát vártunk, itt 3 órát, és most meg sem áll senki, és meg sem néz. Nem tudom, nézzük a francban. Le se kapjanak minket. Hát nézzük, hogy csöves, nem? Beszélj magad nevében. Át akartunk sétálni egy másik felhajtóhoz, hát ha ott nagyobb sikerrel járunk, aztán odaérve láttuk meg, amit a térképről nem tudtunk kivenni, hogy itt aztán lehetetlen lesz feljutni, mert a kinézett út nem is felhajtó, hanem a nagyon magas hídon folytatódó autópálya alatt átvezető út. Már azon mérgelődtünk, hogy egy újabb órát kell visszasétálnunk a kezdőpontra, amikor egy kedves csepár félrehúzódott, és felajánlották, hogy visszavisznek bennünket. Miután letettek, kb. Egyből felvett minket egy német lány és a párja, egy király lakóautóval. Elvittek a Milstatter nevű tó melletti kisvárosba, Seebodenbe, ahova este 9 után érkeztünk meg. Hajnal 5 óra van. Nagyon kora. Most keltünk, mert vadkempingeztünk éjszaka. Egy gyönyörű helyen egyébként. Gergő éppen osztogatja a sátrat. Vadkempingezel hajnal 5-kor kell kelni. Hogy senki ne találjon el. Thank you.
de most már csak 2 óra az út, szóval ezt most már muszáj lesz megtennünk. Mi a neve helynek, ahol az estőt töltöttük? Nem tudom. Valami szé... mit tudom min. Mit tudom én mi. Elvitt minket oda. Tegnap egy aranyos német lány és a párja. Ott töltöttük az estét. Fölvertük a sátrat egy ilyen dzsumbújban. Gergő talált egy nagyon jó kis helyet, ahol el tudtuk dugni a sátrat. Reggel 5 órakor fölkeltünk. Van is egy kép Instagramon, ahogy készülődünk. Aztán kisétáltunk a város szélére, és ott próbáltunk megstoppolni villagba, de hát nem állt meg senki. Aztán láttuk a rendszámokon, hogy ugyanolyan az összes. Anna lenézte a térképről, hogy Spittalder, Auga, vagy hova jönnek. Kiírta a táblára, és abban a pillanatban, ahogy megfogtam, megállt egy aranyos idős bácsi, aki átszott minket ide. Reméljük, hogy nagyobb sikerrel fogjuk venni a következő akadályt, és kb. Fél órányira van villag. Remélem eljutunk oda még ma. 2 órányira van Pordenone, és fél órányira villag, szóval reménykedjünk. Hát, hogyha ez sem jön össze, akkor ez így aláírik a papírt, hogy lehetetlen Dél-Ausztriában stoppolni. Ja, na, később jelentkezünk. Szurkoljatok! Puszi! Szerencsére pár percre rá felvett egy osztrák lány, aki elvitt minket villak mellé, ahol órákra ott ragadtunk. Végül találtunk egy kedves német lányt, aki az anyukájával Olaszországba tartott nyaralni, és elvittek minket. Közben pedig egy nagyon frusztráló dolog történt velünk. Itt vagyunk Észak-Olaszországban, Udinétól nem messze, egy nagyon szép pihenőhelyen. Nem soká jön Anna barátnője Vera, az ő barátnével értünk kocsival. Itt töltünk majd egy 2-3 napot. Egy nagyon jó dolog történt velünk. Fölvett minket nem messze a táborhelyünktől egy osztrák lány, aki elvitt minket egy pihenőre, és benne felejtettem az autójából a GoPro-nkat. Persze nem tudjuk a nevét, nem tudjuk a rendszámát, szerencsére sikerült kideríteni, hogy milyen típusú autó volt, tudjuk a színét, és hogy hol ment. Föltesszük Facebookra mindent, amit tudunk. Barátunk lefordítja németre a kis szöveget, amit írtunk. Reméljük, hogy megtaláljuk a kamerát. Mire ti ezt látjátok, valószínű, hogy kiderül már, hogy mi lett a sorsa. Welcome to Udine. Hamarosan megérkezett Vera és Sara, bementünk velük Udine belvárosába, hogy együnk egyet, aztán felkerekedtünk és hazautóztunk Pordenonéba. Vera családjánál szálltunk meg, nagyon köszönünk nekik mindent. Sajnos utólag vettük észre, hogy ezekben a napokban alig vettünk fel videókat. Annyira elszomorított minket a GoPro elvesztése, és minden erőnkkel azon voltunk, hogy megtaláljuk. Azonban Vera nagyon jó programokat szervezett nekünk. Söröztünk a barátaival, igazi olasz pizzát ettünk, elmentünk egy gyönyörű tengerpartra és egy nagyon édes Kaorle nevű városkába. Time again,
Két éjszaka után indultunk tovább, Szlovénia felé vettük az irányt. Pár óra várakozás és helycsere után felvett egy fiatal csaj a két kisfiával, aki Triestig vitt minket. Triestben falatoztunk egyet a tengerparton, és az autópálya felé sétálgattunk feltartva a táblát, amikor megállt nekünk egy kedves idősebb olasz pár, akik nem messze laktak Szlovéniától, és egy kis kerülővel letettek minket a határnál. Rövid próbálkozás után úgy éreztük, több esélyünk lesz stoppolni, ha átsitálunk a határon. Ezután sem jártunk sikerrel, de mivel már nagyon közel voltunk a kempinghez, amit kinéztünk magunknak, úgy döntöttünk, felszállunk egy buszra, ami kb. 5 euró volt kettőnknek. Most jöttünk át a szlovéniai határon, sétálva. Itt sétálunk, gyönyörű helyeken. Még beérünk valami városba hamarosan. Mert itt nem fog megállni senki nekünk. Miért? Honnan tudod? Beérni egy városba. A városban főleg nem áll meg senki. Ott lenne helyük, hogy félrehúzódjunk. Mert itt nincs. Vonalban, meg mi az út szélén is kész. Jaj, Geri, szóval örök pessimista. Miután bejelentkeztünk a kempingbe, felállítottuk a sátrat, aztán elszaladtunk a közeli boltba, és összedobtunk egy vacsit. Főként azért táboroztunk le több napra, hogy minél több időt tudjunk szánni a GoPro keresésére. Pár dolgot tudtunk a lányról, hogy hova megy, sokat utazik, milyen kocsija van, és hogy sziklamászó. És hát, kb. Ennyi. Próbáltunk minél több emberhez eljutatni a posztot, helyi mászócsoportok tagjainak írtunk, és bíztunk a jó szerencsében. Közben pedig élveztük ezt a király kempinget. Barátaink éppen Horvátország felé tartottak, és úgy tűnt, el tudnak vinni minket egy hosszabb szakaszon.
ezért buszra pattantunk Ljubljanáig, ahol találkoztunk volna, de sajnos késő délután derült ki, hogy nem jön össze a dolog. Így mérlegelnünk kellett. Vagy ott maradunk a városban, vagy ismét buszra pattanunk, és ugyanazért az árért elrabogunk Zadarba. Az utóbbi nyert, és éjszaka már úton is voltunk. Persze nem volt bonyodalommentes az út, nem elég az, hogy késve jött a busz, a horvát határnál kiderült, hogy az utasok közül egy kínai lánynak nincs vízuma, így még több időt elvesztegettünk azzal, hogy a buszt visszafordítva elvigyük Szlovéniában egy közeli helyre. Mindezek miatt persze több mint 3 órát késtünk, ezért nem tudtunk buszt váltani, hajnali 3-kor ott ragadtunk másik hat utasra Zágrábban. De megoldottuk, és kora reggel már az Oderi tengerbe lubickoltunk. Kedves nézőink, megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híreinket hallják. Péntek 13-a van, de nem mindenki számára szerencsétlen ez a nap. Kis Anna és Gergő, a két stoppos fiatal, 5 nap küzdelmes keresés után egy általuk közzétett Facebook bejegyzéshez írt kommentben értesült arról, hogy a keresett hölgy visszajuttatja a gondatlanságból elkövetett kamera elhagyás során elvesztett értéktárgyat. Szerencsé vannak még ilyen becsületes emberek. Még szerencsé, igen. Jó szórakozást kívánunk a film további részéhez. Szép estét, viszontlátást! Szép estét kívánunk! Rövid zadari tartózkodásunk után Korcsula szigete felé vettük az irányt. Hétfőn, mint általában, a Hitchwick-in ajánlott helyen próbáltuk meg a stoppolást. Két másik arra járó stoppos azt mondta, pénteken órákig próbálkoztak, sikertelenül. De hamarosan egy arra járó taxisofőr felvett minket, és az előbb említett nem messze próbálkozó két sorstársunkat is. A srác őrülten vezetett. Kb. Minden kanyart 180-nal vett be, és a másik stoppos lány, aki velünk volt, kb. Minden kanyarnál az életéért sikoltozott. Na jó, annyira nem voltam durva. Szibenikig vitt minket, és még ott egy barátjához is beinvitált egy kis frissítőre. Aztán a város után kitett négyünket, és könnyes búcsút vettünk egymástól. Hi.
nekem mit jelent. What do you think, guys? I was scared, but I'm alive, so everything's good. And now, in the middle of nowhere. Oh! Thank you very much! See you! He was showing your heart! Oh! Miután kitett minket ez a kedves, de minden bizonnyal kicsit őrült sofőr, elbúcsúztunk a másik két utastársunktól is, és folytattuk a stoppolást két különböző helyen. Mi így vártuk a következő autót. Mondd csak, te felvennél minket, ha így látnál az út szélén? De egyébként nem kellett sokat várni. Egyszer csak elsuhant mellettünk egy nagyon király régi Peugeot márkájú furgon, ami egyértelműen látszott, hogy lakóautóként funkcionál. És a csajszit is a szívünkbe zártuk az alatt a pár másodperc alatt, amíg... hát elhaladt mellettünk. Ugyanis nem állt meg nekünk. De aztán csoda történt. Persze ez már csak a következő részből derül ki.